nem. 14 éves tanári pályafutásom során nem láttam ehhez foghatót. Méghozzá hölgyektől. A szülők aggódva kérdik majd a telefonban, lövés nem dörrent? Le kéne mondanom a bájukat. Ne! Mihez kezdünk? De nem tehetem, mert már kifizettem a DJ-t. De ne higgyék, hogy nem veszem elég komolyan ezt a könyvet. A tornatanárt súlyos vádak érték. Miss Norbury állítólag drogokat árul. Amire ebben a korban a lányoknak szükségük van, az egy kicsit több figyelem. És meg is kapják, most rögtön. Nem érdekel, mennyi időbe telik. Itt maradnak egész éjszakára. 4 után nem lehet. Akkor 4-ig maradnak itt. Megpróbáljuk lefektetni, hogy kell viselkedniük egymással. Rendben. Hölgy a hölgyel. Kinek van olyan gondja, amiről szívesen beszélne? Igen? Valaki azt írta abba a könyvbe, hogy hazudtam a szüzességemről, mert hiper nagy tampont használok, de nem tehetek róla, hogy dől a vér, és óriási méretű a vaginám. Na jó, ez nekem sok. Mrs. Norbury, maga sikeres, intelligens, gondos és kedves nő. Tényleg? Biztos tud mondani valamit a kis hölgyeknek, amitől több lesz az önbizalmuk. Ez nem önbizalom kérdése, szerintem mind nagyra vannak magukkal. Na jó. Rendben van. Mindenki hunja be a szemét. Mindenki emelje fel a kezét, aki szerint valaha is rosszat mondott róla egy lánya háta mögött. Szemet kinyitni. Nos, csukjátok be újra. És most az emelje fel a kezét, aki valaha is rosszat mondott egy barátjáról az ő háta mögött. Kinyitni. Mintha általános lenne a vétek.